Jó napot! A hatóságokkal közösen tartottak bejárást a szüllőskertekben a Pacsi Kutyamenhely szakemberei április 26-án. Az összefogás célja, hogy a szegregátumban a kóbor kutyák okozta gondok, valamint az állatok tartási körülményei javuljanak. Van a zebrendészetnek egy kötelezettség, amit úgy hívnak, hogy területbejárás. Ugye ezt időszakosan véghez kell vinni, egész Hajdúbeszelmény területén, tehát ugye nem csak itt, hanem ez Böszörményre levetítve. Ugye igyekszünk minél többször a mezőrökkel közösen, a köztelet felügyettel közösen, mivel mi nem vagyunk hatóság, és ők még mint hatóság eljárhatnak. Ugye az utcán lévő kutyáknak a befogásánál az alapvető probléma az mindig az, hogy a legtöbb kutya, ugye, amit múltkor is beszéltünk, már, hogy kóborló kutya. Tehát ez azért nehéz nekünk, mert hogy ezek a kutyák etetve vannak. Ugye etetve vannak, nem éhesek, nem tudjuk oda csalni magunkhoz ugye jutalomfalattal sem. Viszont ugye a lakosság egyik része sajnálja, simogatja, a másik része űzi, kelgeti őket. Ez a kutyába kialakul egy nagyfokú bizalmatlanság. Sokkal nehezebb, ugye nem mennek oda az emberekhez. Na most emiatt ugye élvefogó csapdát tudunk használni, amit viszont közterületre sajnos nem tudunk kitenni, mert azért vasból van, és ugye nyilván azért nagyon hamar eltulajdoníthatják. Ezért igyekszünk mindig olyan lakosokat felkeresni, akiknek tudjuk azt, hogy volt már problémájuk kóborkutyával, hogy bement hozzájuk, akár jószágot leölt, vagy bármi kárt okozott neki, és oda betesszük ezeket az élfogó csapdákat, amiben ugye nagyon egyszerű, beteszünk egy kis jutalomfalatot, kis kolbász, szalonnát, amit nagyon szeretnek a kutyák, abba bemennek, és akkor már meg is van a kutya. Megfogni ugye az utcán nagyon nehéz. Ezt most szerintem lehetett is látni, hogy ezek a kutyák ismerik minden zegzugát gyakorlatilag a település résznek. Tehát onnastól kezdve, hogy meglátnak bennünket, ők már tudják, hogy melyikükön, melyik kerítésen kell bemenni magánterületre, ahova pedig már ugye szintén nem mehetünk utánuk sajnos. Mit tapasztaltok egyébként, milyen a kóborállatokon kívül milyen problémákkal szembesültök a napi munkavégzés során? Hát ugye nem megfelelő állattartás. Tehát itt is volt most ugye egy olyan hely, ahol fel kellett szólítani a tulajdonost. Itt ugye a mezőr kollégák nagyon, nagyon ügyesen, nagyon jól jártak el a kutya tulajdonosával szemben. Ugye ez, hogy a láncon tartás szabályai, az, hogy nincsen kerítése az embereknek, az, hogy még mindig vannak oltatlan és jelöletlen kutyák, ez ugye sok szempontból aggályos, járványi szempontból is, de biztonsági szempontból is, közbiztonsági szempontból is aggályos. Úgyhogy mi igyekszünk ezeket is feldíteni, és igyekszünk segítőkezet nyújtani, tehát hogy nem arról van szó egyből, hogy mi minden kutyát el akarunk kobozni, nem is tudnánk, ugye ahogy beszéltük, de próbálunk segíteni abban, hogy ivartanítást, amit beszéltünk, felajánljuk a lakosoknak is. Mert azt gondoljuk, hogy hosszú távon az lesz megoldás, hogyha folyamatosan ivartanítjuk ezeket a kutyákat, mert ameddig nincsenek, ugye ők szaporodnak. És ugye, hogyha szaporodnak, akkor minden évben csak újra és újra termelődik a probléma. A bejáráson a Pacsi állatvédői mellett a rendőrség, a polgárőrség, valamint a mezőőrség munkatársai vettek részt. A mai napon azért jöttünk itt a Nagybocskai szőlőskertbe a Pacsi Kutyamenhely Alapítvány Egyesület tagjaival, az új elnök úrral, illetve az ebrendészekkel, valamint a rendőrség, közszertfelügyelet és a mezőrség van jelen ez a mai napi bejáráson. Ez azért történt, mert a Nagybocskai szőlőskertben elszaporodtak a kóborebek. Ugye nagyon sok helyen nem megfelelően tartják a kutyákat, nincsenek beoltva, nincsenek csippelve a kutyák, valamint nincsenek úgy tartva, tehát hogy ne tudjanak elszökni, mivel ez egy zárt kerti terület, ugye itt nincsenek körbekerítve a területek, hogyha valakinek kutyája van, akkor az szabadon tud mozogni. Kiszaladnak a lülőútra, megtámadják a gyerekeket, a kerékpárosokat, és ugye ebből nagyon sok probléma keletkezik. Ezért is történik ez a mai napon egy bejárás, hogy ez egy figyelemfelkeltő bejárás, tehát nem feltétlenül a szankciálás a mai nap a fő tevékenység, hanem inkább a figyelemfelhívás arra, hogy tartsuk a kutyáinkat úgy, ahogy az kell. Milyen problémákkal szembesültök egyébként a hétköznapokon itt ezen a területen? És mi az, amit itt a mai napon is láthattunk? Hát a mai napon láttunk olyan kutyákat, amiket nem tudtunk most befogni. Nem tudtuk beazonosítani a gazdáját, két ilyen kisebb testű kutya volt, ami kint volt a dűlőúton. Sajnos őket nem lehetett most befogni, mert ugye ahogy meglátják az idegeneket, azonnal elszaladnak. Illetve voltunk bent házaknál, ahol az ebtartás szabályait ellenőriztük. Nyilván itt az egyik illető meg tudta mutatni, hogy neki
be vannak oltva, a kutyai, illetve be vannak csipelve, megfelelően tartotta, megfelelően táplált kutyák voltak, illetve a másik helyen a ezeptartás szabályait majd vissza fogunk térni, még egyszer ellenőrizni, mert nem volt minden rendben, ezért majd 2 hét múlva megtörténik a visszaellenőrzés. Molnár Imre, a terület képviselője is részt vett a bejáráson. Hát kiemelt fontosságnak tartjuk, hisz a lakosság többször jelezte már a Nagy-Böszörmény város önkormányzata felé, meg a hatóság felé is, hogy egyre több a kóborkutya itt a szőlőskertekben, és ugye felnőttek gyerekek iskolába mennek este már, ugye most szerencse, hogy már most azért hosszabban világos van, de nagyon sok problémát okoz a kutya. Volt olyan ember, akit meg is támadott és orvosi kezelés alá szorult, ezért is szeretnénk azt, hogy visszaszorítsuk ennek a elterjedését. Elég sokan vannak, én örülök annak, hogy itt egy közös összefogással, a hatósággal ezt meg tudjuk tenni, ezt sűríteni kell, és akkor bízunk benne, hogy vissza tudjuk szorítani az itt lakók érdekében, hogy minél kevesebb bajt okozzanak ezek a kóborkutyák.